Rengeteg autó, sőt még autóbuszok is állnak a Korcsolya pálya előtti parkolóban, a jégen több százan csúsznak egyszerre, őket várják a járművek. Ez így megy a hét minden napján, főleg délelőtt, azért vannak sokan, mert az 1-8-asoknak ingyenes a belépés. A polgármester hivatal tavaly indította el azt a kezdeményezést, amelynek célja, hogy a gyermekek többet mozogjanak. Úgy tűnik, bejött az ötlet, hiszen a város szinte az összes iskolája kihasználja a lehetőséget, de vidékiek is bekapcsolódnak. Az intézményeknek csupán kérést kell letenniük a városházán, jelezve ezáltal szándékukat, és már mehetnek is a jégre. Tudni kell, hogy a környékbeli iskolások is korcsolyázhatnak, de ők a jegy felét ki kell fizessék. Pápai Géza testnevelő tanár is több mint 200 gyermeket hozott ma korcsolyázni, azt mondja, az ingyenes sportolás megteremtése kiváló kezdeményezés. A polgármester hivatal részéről jött egy felajánlás, hogy délelőtti órákban, hogyha megszervezzük, akkor iskolánként előre bejelentkezéssel és névsorral lehet jönni ingyen korcsolyázni. Gyerekek szeretik? Persze, hogy igen. Hát ez egy nagyszerű felajánlás volt tulajdonképpen. Mi a tavaly is éltünk ezzel a lehetőséggel, az, hogy egy elég nagy iskola vagyunk, úgyhogy jelen pillanatban például 226 gyermeket hoztunk most. A testnevelő tanár szerint a korcsolyázás számos pozitív élettani hatással van a gyermek testére, szervezetére. Ilyen időben téli sport, mozgás, egyensúlyérzék, minden, amit a sport nyújtani tud, az minden benne van. A gyermekek hamar megtanulnak szinte mindent, így a korcsolyázást is, ha elesnek, gyorsan felállnak és folytatják tovább. Úgy tűnik, tetszik ez a sport az udvarhelyi kisiskolásoknak. Egy olyan sport ez, mint hogy ez nagyjából minden testrészet nem mozgat. Igen. És mit szeretsz a korcsolyázásban? Hát lehet kanyarogni, ide-oda menni, sebesen száguldani. Esti szoktál? Nem, sokat. Mióta korizol? Hát már rég, 5 éve. Szeretsz ide járni a jégpályán? Igen. Milyen gyakran jössz ide? Hát hetente. A pálya, amíg az időjárás kedvez, biztos nem zár szezont, a belépő gyerekeknek 4 felnőtteknek 5 lejbe kerül. A helyszínen korcsolyákat is lehet kölcsönözni, délelőtt 10 és 12 óra, délután 17 és 20 óra között tart nyitva a város korcsolya pályája.